Hölgyeim és uraim, újra itt vagyunk, ez itt a Tapsrend, ahogy ezt már megszokhatták, eltelt megint két hét, és ahogy itt láthatják mögöttem, a Budapesti Operettszínház bezárta a kapuit, de természetesen ez csak fizikailag értendő, hiszen az Operettszínház társulata folyamatosan egész nyáron dolgozik, például most van az egyik brigád kint Németországban, és Szépség és szörnyeteget játszanak. Folyamatos próbák vannak különböző gálákra, itt a Budai Várban, az Oroszlános udvar, Hódmezővásárhelyen is ott leszünk. Természetesen a másik fele a csapatnak pedig az Elfújta a szelet próbája pillanatokon belül Szegeden, utána pedig Sopronban adják elő. Ezekről is mind-mind be fogunk majd önöknek számolni, de ne rohanjunk ennyire előre. Ott tartottunk, hogy bezárt a kapuit a Budapesti Operettszínház, és mielőtt ezt ténylegesen megtette volna, most így évad végén átadtuk a csillagdíjakat, a Budapesti Operettszínház és a Blick közös díját, a közönségszavazós díjakat, úgyhogy most ebből egy kis összeállítást láthatnak. Évadom, amit most zártam ebben a színházban, csak az Operettszínházban. 62. augusztusától vagyok az Operettszínház, most már örökös tagja. A díjat nyerte Peller Anna. Így gondolom, most se fogom fel, annyira jól esik, annyira boldog vagyok, hogy most így röpködök, csak leállítom magam, hogy ne legyek rengeteg, amilyen alapjában vagyok, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon köszönöm mindenkinek. Hölgyeim és uraim! A díjat nyerte, közönségszavazatok alapján, Földes Tamás! Általában úgy azt mondja az ember, hogy ezek a fiatal, jóképű gyerekek fognak győzni, és aztán most kivonták a nevemet, és teljesen meghatottam, másrészt teljesen meglepődtem, és ahogy a kollégák is fogadták ezt a hírt, az is azt hiszem, mert látszódott, hogy majdnem elbögtem magam, úgyhogy most nagyon boldog vagyok. A legjobb férfi főszerep alkotásáért Mészáros Árpád Zsolnyát! Ez nem csak nekem szól ez a díj, tehát ez nem a legjobb férfi főszerep, hiszen én nem válhattam volna a legjobb férfi főszerepé, hogyha nem olyanok a kollégáim ebben az adott előadásban, mint amilyenek voltak, és nem olyan készségesen egy közösségi munkát játszunk el. Szóval én ezt az Ördögülő Józsiásnak, tehát ugyanúgy a Somogyi Szilárdnak, és ugyanúgy az összes kollégámnak az érdemének tartom ezt a díjat, úgyhogy köszönöm szépen nekik. A díjat nyerte Gömbi András Márton. Több mint fél éve csatlakoztam ez a remek brigádhoz, és azért használom a brigád szót, mert hihetetlen, hogy milyen munkát képesek véghez vinni, milyen rövid idő alatt és milyen magas minőségben, és fergeteges érzés, hogy egy ilyen csapathoz tartozhatom. Színészeknek borzasztó fontos, hogy minél több elismerést kapjanak. Az életüket adják a színpadon, az érzelmeiket, az egész összes bensőjükben forgó vulkán mind arra való, hogy a színpadon kiteljesedjen. Mindent letesznek. Nekünk kutya kötelességünk, hogy amit csak lehet, adjunk nekik. És egy-egy ilyen díj a szárnyakat ad a művészeknek. Egy-egy ilyen díj az bizonyíték arra, hogy figyelnek rájuk.
ez a szavazás is azt bizonyítja, hogy az Operett Színházban a közönség között eltűnt az a szakadék, hogy műzikelek és operettesek között. Azt bizonyítja ez a szavazás, hogy fiatalok is néznek operettet, és hogy idősebbek is néznek műzikelt. Hogy Lehocki Zsuzsa egy védjegy, és az, hogy ő fantasztikus, ezt a fiatalok is tudják, látják, megnézik. Ugyanez van Földes Tamással is, és ugyanez van Gömöri András Mátéval, aki lám, egy fiatal kezdőként, mint az Elizabeth Rudolfiaként és az Ördögöli Józsiás fiatal színészeként most befutott. Ez azért van, mert a közönségünk most nem választja szét már azt, hogy melyik műfajt nézi. Az Operett Színházban a zenés színházat élvez. Színész életében, hiszen ki másért csináljuk, mint a közönségért, hogy elfogadjon bennünket, amit egyébként estéről estére megkapunk. Nekem permelesleg ebben a szerepben egy nagyon nagy félszem volt, hogy az ördögök ördögét alakítani, és majd mit fognak szólni a gyerekeim, vagy mit fognak szólni a gyerekek, hogy Árpi bácsi ilyenfajta ördögi gúnyát húzott. De azt gondolom, hogy az ördögnek az esendőségét is azt a vicces oldalát tudtuk megmutatni, hogy pont az előbb beszélgettünk erről, hogy a kislányom azóta, amióta megnézte ezt az előadást, és nézi az egyik kedvenc előadása, azóta már nem feszeng az ágyába. Tudja azt, hogy mik az angyalok, és tudja, hogy a jó az győzelemeskedik a rossz felett akkor, hogyha a szíve tiszta. Ez a szerep, ez amire kaptam a Marica grófnő Bozsenája, az a harmadik felvonásba az utolsó 20 percbe jön, és hát nem dicsekvésképpen mondom, de olyan tapsot kapok, amikor bejövök, hogy néha szégyellem. Van, amikor átmegy ütemes tapsba, annyira örülnek nekem. Azt hiszem, 4 vagy 5 nyílt színi tapsom van ebbe a 20 percbe. A Máté mondta, a Kerényi Miklós, Máté, ő játsza az egyik táncos komikust. Azt mondja, ez borzasztó, én végig játszom az egész előadást, de meg a 20 perc alatt több tapsot kapsz, mint én. De hát... szeretem is nagyon a szerepet, így van. Ez a Ghost Adami Brownja, ez nekem azt érzem, hogy a pályámon egy nagyon fontos lépcsőfok. Tele minden színésznő álma egy ilyen szerep, hogy maga úgy van megírva a szövegkönyv már, hogy nem igazán kell azon dolgoznod, hogy ebből még valamit ki kéne hozni, mert annyira jó és fordulatos, tehát annyira jók a szövegek. Ez egy érdekes szerep volt, ez főleg a kórházi kísértet, mert az eddigi pályafutás alatt még nem nagyon volt ennyire táncos szerepem, és ezért tartottam is egy kicsit tőle, de aztán Ákosson nagyon sokat dolgoztunk, és úgy néz ki, hogy a nézők úgy látják, mint a tudnék táncolni, pedig ez csak egy kósza hír. Az egyik álomszerepem volt, mert nekem az első nagy musical, amit én láttam és amit hallgattam évekig, az a Rudolf volt. A karaoke közös partikon mindig a Nagyot nőtt az árnyékot, a nagy duettet énekeltük, és amikor egyszer csak ott álltam az Operett Színház nagy színpadán, és ezt a dalt énekeltem, és vártam a belépést, hát frenetikus érzés volt. Azt mondják, hogy van bennem valami olyasfajta munkaalázat és tisztelet, ami hamar szerethetővé válik, és talán ez volt az út a nézők szíve felé. És az, hogy szenvedély és szeretettel csinálom ezt az egészet, máshogy nem is lehet. Meg is próbálunk úgy élni, hogy emberek maradjunk. Ez szerintem az egyik legfontosabb dolog a színházban, anélkül nem lehet, és hát ezek szerint ennek megvan az eredménye. Hogyha az ember úgy él, mint egy ember, akkor ennek meg lesz az eredménye, és ezt szeretni fogják. Itt is most az én örömöm az, hogy azt látom, hogy ők hogy örülnek. És valahol a Budapesti Operett Színház egy család is. Furcsa család, mert sokat veszekszünk. Furcsa család, mert van mindenféle is fajta belső harc. De mégis egy összetartó, egymásnak örülni tudó család, és ez a csillagdíj ennek az egyik bizonyítéka. Hölgyeim és uraim, a Budapesti Operett Színház nagyon sok és nagyon sok különleges műfajnak ad otthont. Talán az egyik legkülönlegesebb és legmagasabb művészi
vonal, azt mondhatjuk, hogy az a balett. Ezt nekem elhihetetik. Én egész jól tudom, hogy ez mit is jelent, és ezek milyen dolgokkal járnak. Az Operettszínházban már volt street dance, volt opera, természetesen operett musical, tulajdonképpen már minden megtalálható, és most egy kicsit úgy tűnik, hogy a balett is ide-ide kacsingat a Budapesti Operettszínház felé, ugyanis nyári táborok vannak, nyári tábor, ahol balettot lehet tanulni, ahol az egész évben lehet balettot tanulni, de most elviszik őket táborozni, és tulajdonképpen a Budapesti Operettszínház pedig ennek helyet és teret ad, hogy megnézzék a kisgyerekek, hogy milyen egy igazi balettterem, milyen egy igazi színház, hogy felkészüljenek arra, hogy tulajdonképpen akarják-e ezt a pályát, vagy nem. De annyit elárulhatok, hogy ez egy csodálatos pálya, csodálatos emberekkel. Úgyhogy hajrá nekik! Nagyszerű lehetőségünk adódott, hogy eljöhetünk ide az Operettszínházba egy balettábor programján belül, ugyanis ez a sok gyerek most egy balettábor résztvevője, amit itt csinálunk nem messze, és hát nagyon izgatottak voltak, hogy is működik az Operettszínház, és ezért az egyik délutáni programunk ez lett, hogy ide ellátogattunk és körülnéztünk egy kicsit. Az itt lévő gyerekek 90%-a évközben is jár hozzám, 10%-a van, akik először találkoznak velem. Nagyon sok helyen van csoportom, többek között a Naphegyen, itt akik most itt vannak, ők 90%-ban a Naphegyi iskolába járnak, és ott tanítom őket, de nagyon sok helyen még játszóházban, óvodákban tanítok, és ilyenkor a nyáron összehozom őket egy csoportba. Hogy kell elképzelnünk ennek a nyári balettábornak mondjuk egy napját? Milyen foglalkozások, feladatok és speciális programok vannak? Igen, hát ez úgy néz ki, hogy reggel 8:30-9 körül megérkeznek a gyerekek, akkor még 9:30-kor van egy kis ismerkedés, illetve egy kis aklimatizálódás, és 9:30-től 11:00-ig egy húzós balettóra. Tehát ez ilyenkor ugye időben is hosszabb, mint évközben, meg az anyagban is próbálom minél többet mutatni nekik. Ezután Haik Viki kolléganőm és barátnőm egyben foglalkozik a gyerekekkel, aki drámajátékokat, dalokat tanít nekik. Ezután van egy ebéd, és hát a délutánt megpróbálom minél színesebbé tenni, mint például az Operettszínházi kirándulás. Negyedik év, hogy a Nórával együtt csináljuk a tábort, és hát tulajdonképpen nem nevezném drámafoglalkozásnak azt, amit én csinálok velük, de mindenképpen beletartozik a hangképzés, a ritmusgyakorlatok, és most már ezzel a korosztálya szituációs gyakorlatokat is csinálunk. Mindenképpen olyan feladatokkal bízom meg őket, amiben nagyon fontos az egymásra való ráhangolódás, a nagyon sok szemkontaktusos gyakorlatot csinálunk például, és az énekeket mindig mozgással kísérjük. Mennyiben más feladatokat találsz ki mondjuk a 8 éveseknek, mint a 4 éveseknek? Nagyon különbözőek a gyakorlatok, és nagyon nagy öröm az, hogy őket már meg lehet bízni olyanokkal, amit önállóan tudnak csinálni, mert a kisebbeknél azért ott még a ritmusokban segíteni szoktam a bemutató órákon, meg megadom a kezdőhangot, náluk már ez annyira nem. Tehát ők már kifülelik a gitár után, és ez mindig nagyon nagy öröm.
Szeretitek a balettot? Igen. És ki az, aki szeretne, hogyha felnő balettal foglalkozni? Én. Igen. Én majd színész szeretnék lenni. Én artista szeretnék lenni. Mindig úgy szokott lenni, hogy van valami meglepetés, hogy nem mondják el nekünk, hogy hová megyünk. Mondjuk ez hatalmas meglepetés volt, hogy ide jöttünk. És igen, voltunk egy balettiskolát megnézni. És... Meg a Margit szigeten. És... És sajnos végül is elmegyek csütörtökön, és nem leszek itt. Az iskolában Nóra néni tart nekünk balett órákat, és akkor az óviban is, és most megkértük, hogy legyen az iskolában is. Most, hogy itt voltatok az Operett Színházban, és hogy jártunk ugye a nézőtéren, meg itt a balettteremben, meg egy csomó, melyik tetszett nektek a legjobban? Az a székes, ami a legfőjebb van. A nézőtéren? Igen. A színpad. Nekem ez a balletterem. Nekem is a balletterem. Nekem minden tetszett. Nekem az egész Operett Színház. Nekem a balletterem. Nekem a kamera. Miroslav Kleža Agónia című drámájának nyári előbemutatója nagy sikert hozott a Veszprémi Petőfi Színháznak. A darabot a horvát író születésének 120. évfordulójára tűzte ki, és tűzte műsorára a teátrum a Latinovics Bújtor játékszínben. Az előadás viszont, ami miatt mi most beszámolunk róla, hiszen ez egy zenés színházi műsor, és ez egy prózai előadás, de a különlegessége az, hogy az előadás július 7-én Zágrábban vendégszerepel, és ősztől kerül be a stúdiószínpad bérletes sorozatába. A rendező Dömölki János, Balázs Béla díjas, kiváló és érdemes művész, a főbb szerepekben pedig a Jászai díjas, Gáspár Tibor és Ober Frank Pál, valamint Kéri Kitti látható. Interjúkkal színesített összeállításunk a főpróbán készült. És egyszerűen nem tudom, hogy mit csináljak. Nem volt új dolog ilyen vulgáris módon semmibe venni egy gentlemant, aki baráti szívességet akart nekem tenni, egy tisztet! Ez egyenesen megfoghatatlan. Egy hölgyhöz méltatlan dolog. Ez direkt felmürgelik. Hogyan hagyjak én most jóvátétel von Lorenznek? Hogy magyarázzam meg neki ezt az eljárásodat? De nem tudod, hogy mit beszélsz. A szerep az én magam vagyok, rólam szól minden szinten. Úgy gondolom, egy szeretnivaló szélhámos, egy nagyszívű barom ez, és hát küzdök is vele, mert nagyon ismerős, ugye lévén, amit már mondtam, hogy nekem írták a szerepet, és hát nagyon-nagyon nagy boldogság benne lenni. Nem az emberek mocskosak, a körülötte levő világ teszi azzá. Tehát a körülötte levő világ mocskos. Mocskos, nehéz bennem megélni, és ilyen szempontból nagyon-nagyon közel áll a mai világunkhoz. Én hozzám legalábbis. Nekem nagyon ismerős. Egész délután attól rettegek, hogy benyitsz valamelyik ajtón. Hát nem adtam oda neked 2 nappal ezelőtt az összes pénzemet a kasszából? 2 éjszaka nem láttuk egymást, pedig itt fogadkoztál, itt esküdöztél, hogy az volt az utolsó eset, és tessék, megint kezdődik minden előről. Értsd meg, nekem nincs pénzem a Smendöferedre. Én fáradt vagyok a munkától, én látástól vakulásig dolgozom, és egyszer igazán megérdemelném, hogy vége legyen már ennek a kínzatásnak. Tegnap este az a jelenet az altisztán, ma az őrnagy a névjegye, tegnap előtt este cirkusz a személyzet előtt, ma ismét cirkusz. Legszemélyesebb része azok a legsötétebb dantei bugyrok kiborogatása az emberi lélekből, talán ezt így tudnám megfogalmazni, mármint a Laura és Kéri Kitti viszonyában. Maga a darab pedig több síkon fut, és több síkon is fontos, nem véletlenül az a címe, hogy Agónia, illetve az eredeti cím szerint Agóniában. Itt olyan szereplőkről van szó, akik önmaguk egy lelki agóniában, egy haldoklási folyamatban vesznek részt. Azon kívül természetesen Kleža az osztrák-magyar monarchia felbomlása után egy olyan társadalmi osztályról írt, ami Lembach és az ő felesége Laura, akik alkalmatlanok a további életre, tehát nem az új világnak az emberei, hanem annak a bizonyos régi világnak az emberei, és annak a felbomlása és
és ebben az új világban való reménytelen elhelyezkedés és alkalmazkodás az új normákhoz, ez az, ami végül is a halálukhoz vezet. Azt hiszem, ő az egyetlen ember, aki végtelenül nyílt és őszinte. És ebben talán rokonlélek is hozzám. Én magam is úgy vagyok vele, hogy inkább konfrontálódok, és mindig kimondom azt, ami a szívemen van. De végül is ez az egész darab arról szól, hogy hogyan próbál segítséget kérni Krizsovectől, és azt ugye nem kapja meg, és hogyan döbben rá arra, hogy mekkora tévedés volt az ő egész élete, tehát nem csak ez a fajta szerelmi kapcsolat, amiről többet gondolt, és álmodozott arról, hogy milyen lenne, ha váltani tudna, ha már nem lenne a férje, és hogyha feleségül mehetne ehhez az emberhez. Tehát nem csak a rádöbbenés az erre a tévedésre, hogy ez maga ez az álmodozás, ez a tévedés volt, hanem hogy az egész élete tévedés volt, kezdve már a gyerekkorától, a neveltetésétől, az egész léte ebben a világban, ez tévedés. Azt hiszem, ez roppant nehéz helyzet, és egyfajta krízis helyzet, amikor egy ember szembesül azzal, hogy mindaz, amiből ő összeáll minden részéből, az gyakorlatilag hazugság, illetve alkalmatlan arra a világra. Hölgyeim és uraim, a színházak bezártak, úgyhogy nekünk sem maradt nagyon más dolgunk, mint hogy elmenjünk egy kicsit nyaralni, napozni, pihenni. De megígérjük, hogy augusztusban újra találkozunk, és bemutatjuk önöknek például a szegedi szabadtéri játékok programjait, azon belül is az Elfújta a szélből egy igazi kicsi backstage csomagot fognak tőlünk kapni, de még sok különböző érdekes nyalánksággal szolgálhatunk majd önöknek. Addig is nagyon-nagyon boldog nyarat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, én pedig nagyon köszönöm, hogy velünk voltak ebben az évben is, és remélem, hogy jövőre is velünk lesznek. Én Kerényi Miklós Máté voltam, innen a Budapesti Operett Színházzal szemben lévő nem tegnapi kobolt teraszán. Nagyon csókolom a kezüket, jó éjszakát, viszontlátásra!